Vatikáni témával kezdünk, tehát a Szentatya elmúlt heti tanításait fogjuk elemezni, a beszédeket fogjuk olvasni. Itt van már velem a stúdióban dr. Tekulics Judit, a Bonum TV nemzetközi igazgatója. Szia Judit, jó reggelt! Szia Kata, jó reggelt kívánok! Nagyon érdekes beszédeket hallhattunk, vagy hát olvashattunk az elmúlt héten Ferenc pápa a Szent Márta házban. Pénteken is tartott szentmisét, és itt a reményről beszélt. Ugye a reményt azt már megszokhattuk, hogy minden szerdán az audiencián folytatja a tanítását, a reményről szóló tanítását. Most ebben a pénteki beszédben mit emelt ki Ferenc pápa? Tóbiás könyvéből vett szentírási idézet alapján beszélt Ferenc pápa ezen a reggeli szentmisén, és tulajdonképpen a reményt a legnehezebb helyzetben hogyan kell gyakorolni, ez volt a tanításnak a lényege. A nehéz pillanatokat, a szenvedéseket hogyan fogadjuk, hogyan éljük meg, és hát hogyan éljük túl tulajdonképpen. Hogyan vehetjük észre a szenvedések közepette is a Isten örömét, hogy ott áll mellettünk, erről is beszélt Ferenc pápa. Ez talán egy kicsit nehezünkre esik sokszor. Erre példát ad nekünk Tóbiás könyve, amely ugye mint olyan a szenvedésről szól, és olyan sanyarú sorsokat, nehéz emberi sorsokat mutat be, több szemét állítva elénk példaképnek, akik megélik minden mélységét az emberi életnek. És hogyha ezekre az emberekre tekintünk, akik aztán arra a következtetésre jutnak, hogy nem szabad feladni a reményt, és végül is az Isten mindig megsegíti őket ezekben a nehéz pillanatokban, tehát ha rájuk tekintünk, ha a Biblia ezen fejezeteit olvassuk, akkor mi is megtaláljuk a helyes hát viselkedési módot vagy eljárást ezekben a pillanatokban. Ferenc pápa gyógyírként ugye itt az imádságot, a türelmet és a remény gyakorlását tanítja nekünk. Első lépés ugye az imádság, hiszen a türelemnek és a reménynek nem minden pillanatban vagyunk a birtokában. Imádsággal kell először kérni az Istent arra, hogy adja meg nekünk a türelem és a remény ajándékát. Tehát az imádság az első és legfontosabb a nehéz pillanatokban. De hogyan kapcsolódik a türelem a nehéz pillanatokhoz? Itt arra kell gondolni, hogy türelmesen várjuk meg, amíg majd jobb lesz? Vagy? Igen, igen. Tehát ebben az esetben a türelem az azt jelenti, hogy türelemmel elviselni a nehéz pillanatokat, nem lehetünk borulátóak. Ugye itt a Szentírásnak ezen az fejezeteiben olvassuk, hogy ugye Sára és Tóbit példája, akik hát egészen az öngyilkosságra is gondolnak, annyira sötéten látják a helyzetet, de addig-addig imádkoznak, hogy az Isten segítségével túljutnak ezeken a nehéz pillanatokon. Erre mutatnak nekünk példát, és erre hívja fel a figyelmünket Ferenc pápa. Itt a beszéde végén azt is szóba hozta, hogy meg kell különböztetnünk a valódi szépséget a művi szépségtől. Ő mit ért az alatt, hogy művi szépség, ilyen mesterséges szépség? Itt szerintem nem annyira most a fizikai vagy esztétikai szépségre, hanem a lelki szépségre gondol Ferenc pápa, vagyis megint, hogy hogyan tekintsünk a világba. Tehát itt a remény megőrzése, mint a lelki harmónia, a lelki szépség az, amit követnünk kell, és nem olyan megnyugvásokat, reményeket kell követnünk, amelyeket e világ kínál, ezek lennének ezek a bizonyos művi szépségek, művileg szép pillanatok, hanem a lelkünkben őrizzünk magunkban belül egyfajta lelki szépséget, egyfajta harmóniát, ami aztán persze megmutatkozik a külsőben is. És még ugyanitt tanította Ferenc pápa azt, hogy a szép és a csúnya pillanatokat is tudjuk megkülönböztetni, tehát nem csak bennünk lakozik egyfajta szépség, hanem az élet bizonyos pillanatait, szakaszait is nevezhetjük akár szépnek vagy csúnyának is. És itt a hiúságot is említette, hogy ne essünk a hiúság csapdájába. Itt mire gondol, vagy mitől eshetnénk mi ebbe a hibába? Ne áltassuk magunkat semmilyen esetben, tehát mindenkinek az életében eljönnek a nehézségek, eljön a megpróbáltatás ideje, eljönnek a szép és a csúnya pillanatok egyaránt. Ezeket kell megfelelően kezelni, erre szeretne minket tanítani Ferenc pápa is. Két nagyon fontos dolgot említ, ugye tehát képesek, azt mondja Ferenc pápa, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy életünk különböző helyzeteiben képesek vagyunk-e átlátni, hogy mi történik a lelkünkben és a világban.
Ugye ez az átlátás, a megkülönböztetés, a tisztánlátás adománya, amely nagyon fontos ahhoz, hogy a lelki békénket megőrizzük, és soha ne veszítsük el a reményt. Vagyis egyszerűen tudjuk azt, hogy a csúnya pillanatok után következnek majd szép pillanatok, és hogyha imádsággal kérjük az Isten segítségét, akkor erőt is ad nekünk ahhoz, hogy aztán felismerjük a szépséget, bizony lássuk meg a szép pillanatokat is. És hát türelem is kell, ahogy elhangzott ebben a beszédben, hogy várjuk meg azt, amíg túljutunk ezeken a nehezebbnek tűnő pillanatokon. Szombati események közül is kiemeltünk egyet, ez egy kicsit diplomáciai, politikai jelentőségű esemény volt a Szent Atyának. Látogatást tett ugyanis Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknél. Ez egy viszont látogatás volt, ahogy elhangzott itt a találkozónak az elején. Milyen a kapcsolata a Vatikánnak és az olasz államnak? Szükségképpen jónak és harmonikusnak kell lenni ennek a viszonynak, ennek a politikai kapcsolatnak. Ez így is van. Tehát ha lennének is olyan kérdések, amiben hát nem értene egyet mondjuk a Szentszék és az olasz állam, akkor ezeket minden alkalommal sikerül elsimítani. Ezeknek a jó kapcsolatoknak az építését és a kölcsönös viszonyépítését szolgálta, mint te is említetted, ez a látogatás a Quirinalis palotában, vagy Quirinale palotában. Ezeknek a képeit láthatják most a kedves nézők, ez az olasz elnök székhelye. Ide látogatott tehát Ferenc pápa azért, hogy áttekintsék együtt azokat a problémákat, vagy pozitív hát lehetőségeket, amelyek a két állam előtt állnak. Ő azt mondta, Ferenc pápa azt mondta, hogy reménnyel tekintek Olaszországra, mert hogy az ő gyökerei is ebben az országban vannak. Ugye azt tudjuk, hogy neki kivándorlók voltak a nagyszülei talán? Kik, mely ősei éltek Olaszországban? Nagyszülők, akik Genova környékéről vándoroltak ki Argentinába, tehát amikor a Szent Atya Genovába látogatott, akkor sokszor fel is idézték ezt neki, és ő is sokszor mondta, hogy na innen indultak el a családtagjaim az új világ felé. Hát tudjuk, hogy 20. század elején, 19. század végén sok olasz menekült idézőjelben a szegénység elől az új világba, de nem veszítették el a kapcsolatukat az anyaországgal, sőt, ugye a következő generációk is nagyon szeretik hát Olaszországot, és Ferenc pápa is nagyon elismerően szólt róla, és azt mondja, hogy hálás emlékeivel gondol mindig erre az országra, és hát is tulajdonképpen olasznak tartja magát ebből a szempontból. Hát a hála és az örömteli pillanatok mellett azért problémákról is beszéltek, természetesen azokról a problémákról, amelyekkel Olaszországnak és Európának is szembe kell néznie. Én azt éreztem, vagy azért választottam ki ezt az eseményt az elmúlt hétről, mert nagyon sok mindenben nem csak az olasz államfőnek szólt Ferenc pápa, hanem szerintem minden európai vezető ezt mondjuk felismerhetné, vagy magát vehetni. Mely problémák voltak ezek, amiket kiemelt a Szent Atya? Hát először is talán kezdjük onnan, hogy problémák akkor merülnek fel, hogyha három alapvető emberi értéket nem tart tiszteletben egy ország, egy állam. Az első az ember méltósága, mégpedig a személyek méltósága, tehát hogy mindig az embert, a személyt lássuk, és az ő méltóságát tiszteljük, illetve tisztelje az állam, szervezet, mint olyan is az intézmények. A második alapvető érték, amelyet egy országnak, egy államnak tisztelnie kell, az a család. Bizony ez is közös Európában és a világban mindenhol, tehát támogatni kell, tehát az államnak, mint olyannak olyan intézkedéseket kell hozni, amely támogatja a családokat és a család alapítást. A harmadik pedig a munkához való alapvető jog, hiszen akkor érzi magát jól egy ember a bőrében, és akkor élhet emberhez méltó életet, hogyha megfelelő munkája van. Tehát a munkanélküliség ellen is bizony küzdenie kell minden államnak, nem csak Olaszországnak, és meg kell teremtenie polgárai számára ezt a lehetőséget. De Olaszországban ez a három alappillér, ez hogyan működik? Vagy itt utalt mondjuk Ferenc pápa esetleges hibákra? Hát azzal kezdte Ferenc pápa, hogy az olasz alkotmányban is ez a három dolog benne van, tehát az állam ezeket elismeri, mint alapvető emberi jogokat. Igyekszik is tehát tiszteletben tartani ezeket.
hát mondhatjuk azt, hogy papíron ezek megvalósulnak, a mindennapi életben többre van szükség, ezt a következtetés vonta le Ferenc pápa, tehát például több családsegítő intézkedést sürgetett az olasz állam részéről, tehát természetesen léteznek ilyen kezdeményezések, törvények, anyagi segítség, stb. De hát a család, és hát itt ugye megint felvethetjük a kérdést, hogy a tradicionális családmodellnek a segítését várja el a pápa az olasz államtól. Illetve a munka is ugye egy olyan probléma, hogy gondolhatjuk, hogy jó, hát Olaszország egy gazdag ország, hát milyen probléma, bizony létezik munkanélküliség, ahogy tudjuk, Ferenc pápa is. Tudjuk, hogy amikor például ellátogat a peremvidékekre, amikor nem is olyan messze Rómától egy külvárosba látogatott, ott is komoly probléma a munkanélküliség, ezzel azért szembesülünk mi is hétről hétre, hogy bizony Olaszországban sincs kolbászból a kerítés. Bizony, és a fiatalokat sújtja elsősorban a munkanélküliség, és hát talán ami furcsának tűnhet, az olaszokat sújtja, tehát itt nem az Olaszországba érkezett emberek munkájáról van elsősorban szó, hanem hogy vegyük észre bizony azt is, hogy az olasz fiatalok között is nagyon nagy a munkanélküliség, és hát most itt lehet azon gondolkodni, hogy nem akarnak esetleg elvégezni bizonyos munkát, vagy bizonyos bérért ők nem hajlandók elmenni dolgozni, nem kell ezt szépíteni, vagy csűrni, csavarni. Arról van szó, hogy bizony meg kell adni a fiataloknak főleg a megfelelő munkát, és mindig így mondja Ferenc pápa, tehát hogy a méltóképpen élhesse az életét. És az a fiatal ezután, ahogyan van megfelelő munkája, gondoljon a családalapításra. És hát elismerő szavakat szólt a menekült kérdéssel kapcsolatban. Itt az olasz polgároknak a nagy lelkűségét emelte többek között ki. Azt tudjuk, hogy ugye a földközi tengeren át Dél-Olaszországban a mai napokig érkeznek újabb menekült családok. Hát igen, ebben az olasz közvélemény természetesen ennek a kérdésnek a megítélésében nem teljesen egységes, tehát van, aki egyetért, van, aki kevésbé ért egyet. Az biztos, hogy az emberiességet mindenkinek gyakorolni kell, tehát segíteni kell azokon az embereken, akik hát menekültként érkeznek. Az, hogy aztán ennek milyen útja, módja legyen ennek a segítségnek, erről különböző vélemények vannak. Én azt gondolom, hogy általában az olasz társadalom többsége támogatja ezt a politikát, amit tehát egy ország, egy állam képvisel, nem a saját polgárai akarata ellenére, de nagyon oda kell arra is figyelni, és ezt Ferenc pápa többször is kiemeli, hogy egy állam, egy ország elsősorban saját állampolgáraiért tartozik felelősséggel. Tehát az első, vagy a nulladik lépés az, hogy a saját polgárainak adja meg a megfelelő életszínvonalat, munkalehetőséget, családalapítási lehetőséget, emberi méltóságot, és utána természetesen hát az emberiesség gyakorlásával, ha érkeznek menekültek, akkor hát próbáljon megsegíteni rajtuk. A hétfői reggeli Szent Mártaházi homíliát is kiemeltük a főbb témák közé. Itt a vigasztalásról esett szó. Isten ajándéka és szolgálat is mások iránt. Ez mit jelent? Hogyan vigasztalhatunk mi? Hát azt hiszem, nekem ez volt a mai kedvenc szentbeszédem. Szintén egy hasonlattal kezdenék, tehát felolvasnám, hogy mit tanított Ferenc pápa, azt mondja, senki sem képes önmagát vigasztalni, különben csak a saját tükörképét nézni. Tehát a vigasztalás az egy olyan dolog, amely természetesen elsősorban az Istentől ered, tehát kérnünk kell, hogy az Isten vigasztaljon meg minket, adjon nekünk vigasztalást, reményt, vagy nevezhetjük ezt bárminek. Amikor viszont megkapjuk ezt a kegyelmet, akkor tovább kell adnunk másoknak is. Tehát egy nagyon nyitott szívet feltételez a vigasztalás. Azt, hogy mi vigaszt kapjunk, de ezt azonnali tovább is kell adnunk. Ez a vigasztalás, hogy ez egy ajándék, tehát így módon, amelyet Istentől kapunk, miután kérjük, és ez egy szolgálat, amelyet embertársainkért teszünk. Tehát, hogy odaálljunk, tükröt mutassunk a másik ember elé, tehát segítsük helyes módon látni a dolgokat, mert ugye amikor az ember elveszti a reményt, vagy szomorú, vagy vigasztalást keres, akkor olyan pillanatot él meg, amikor nem megfelelően tekint a saját életének az eseményeire, tehát mondjuk elkeseredik,
elszomorodik, elveszti a reményt. Ez azt jelenti, hogyha ilyenkor van valaki, aki megmutatja nekünk azt, hogy hogyan kell helyesen látni a dolgokat, tehát például bízni abban, hogy Isten megsegít minket még a legnehezebb pillanatokban is, türelmet kell kérni, imádkozni kell, és el fog múlni a rossz pillanat, akkor túl tudunk jutni ezeken. Tehát nagyon fontos az, hogy önmagát senki nem tudja megvigasztalni, ezért segítsünk egymásnak. Mint azt is mondta Ferenc pápa, hogy sok az önhitt ember, aki soha nem lehet teljes, de hát ők hogyan kaphatják meg a vigasztalást, vagy ebből az önhittségből hogyan lehet túljutni, hogyan lehet kijutni ebből? Én úgy gondolom, hogy az önhittség az azt jelenti, hogy bizonyos emberek úgy gondolják, hogy nekik momentán nincs szükségük vigasztalásra, mert ők maguk olyan tökéletesek, és az életükkel annyira minden rendben van, és olyan tökéletes, hogy nekik bizony nincs szükségük vigasztalásra. Ez azonban csalóka dolog, és nem természetes állapot, tehát ezt le kell küzdeni. Előbb-utóbb bizony mindenki kerül nehéz helyzetbe, és szüksége lesz vigasztalásra, tehát ne áltassa magát senki azzal, hogy ő neki erre nem lesz szüksége, embertársaira nem lesz szüksége. Természetesen rossz példákat is említett itt Ferenc pápa, ugye törvény tudók, a dúsgazdag ember, vagy a farizeus, akinek vagy a törvény, vagy a sok-sok pénz próbál egy olyan képet mutatni, hogy na, neked nincs szükséged az embertársaid segítségére. Ilyen nincs, tehát mindenkinek szüksége van előbb-utóbb vigasztalásra. Közben megérkezett az élőképünk már a Vatikánból, a Szent Péter térről, hamarosan elkezdődik majd az audiencia, de addig még folytatjuk a beszélgetést Judittal. Itt, ha még visszatérünk erre a beszédre, elhangzott az is, hogy nem könnyű nyitva tartani a szívünket az ajándék befogadására és a szolgálat elvégzésére. Gondolom itt is az imádságnak elsődleges szerepe van. Bizony, mégpedig azért kell imádkoznunk, hogy felismerjük, hogy rászorulok a vigasztalásra. Tehát ugye a felismerés, a tisztánlátás, a megkülönböztetés. Tehát, hogy ne legyek önhitt, és ne gondoljam azt, hogy nekem nincs szükségem az Istenre. Ismerjem fel azt, hogy bizony rászorulok a vigasztalásra, akár az Istentől, akár embertársaimtól, és aztán tudjak segítséget kérni. Hogyha pedig még egyszer túljutok a nehéz pillanatokon, akkor tudjak adni is. Tehát egy nagyon nyitott szív az tényleg azt jelenti, hogy minden pillanatban adni és kapni tudjunk. Valahol a keddi homília, a hétfőinek a folytatása, erre már te utaltál, hogy ezek a Szent Mártaházi beszédek egyfajta felkészülést jelentenek a hétvégi angelusra, vagy akár a hétvégi szentmiséknek a prédikációihoz. Itt a tanúságtételről esett szó. Ez is valahol, ugye hétfőn említette, hogy legyünk vigasztalók, adjuk tovább a vigasztalást, és akkor kedden eljutottunk oda, hogy életünk tanúságával is segíthetünk másoknak. Valóban konkrét, látható módon hirdessük az evangéliumot, tehát elsősorban ne csak szavakkal, illetve ha már a szavaknál tartunk, akkor egyetlen szót emel ki Ferenc pápa, ez az igen szó. Három szót emelt ki. Hát a következő a só és a világosság, amire én úgy gondolom, hogy az már inkább egyfajta tett. Tehát, hogy az igen az egy szó, amit nekem ki kell tudni mondani mindenkinek. A só az ugye egy hasonlat, és a világosság egy hasonlat, tehát megint, hogy legyek embertársaim szolgálatára, és adjak meg mindent tőlem telhetőt ahhoz, hogy más emberek is felismerhessék azt az evangélium igazságot, amelyben én hiszek. Igen, és ez a három szó, ez az evangéliumban nagyon sűrűn előforduló szó, itt az evangélium erejéről beszélt Ferenc pápa, de a Szentlélek segítsége is igen fontos a tanúságtétel alatt, vagy hát az életünk példájához, a Szentlélek segítségét kell kérni ehhez a feladathoz, az evangelizációhoz. Valóban a Szentlélek ereje nélkül nem tudunk sem igent mondani mindig, minden pillanatban, sem pedig só és világosság lenni embertársaink számára. Úgyhogy alapvető fontosságú megint az imádság, és imáinkkal kérni a Szentlélek segítségét, hogy megvalósítsuk ezt. Mi van azokkal a személyekkel, akik, ahogy idézem Ferenc pápa szavait, megtartja magának a sót és a világosságot, és nem dicsőíti a mennyei atyát? Hát az egyértelműen nem jár el helyesen, hiszen megint a gondolat úgy folytatódik, ahogy Ferenc pápa minden ilyen szentbeszédének a végén ugye egy kérdést ajánl nekünk, fel kell tennünk saját magunknak egy kérdést, ugye fény vagyok-e mások számára, só vagyok-e mások számára, tehát senki nem önmagának kell, hogy világítson, vagy önmagának kell, hogy jelentse a sót, ugye az alapvető
dolgokat, sem pedig nem önmagunknak kell tudni igent mondani, hanem másoknak. Tehát ezt a három szót mindig a másokkal való kapcsolatunkban kell értelmezni, és csak így értelmezhetőek. Ne rejtsük el a fényt, és ne váljunk íztelen vagy ízetlen sóvá. Tehát erre ezt vigyük magunkkal mondjuk a következő hétre. Igen, még szeretnél valamit hozzáfűzni? A legutolsó bekezdését ennek a szentbeszédnek magam számára és mindenkinek ajánlom Ferenc pápa szavait: a keresztény ember derűs, nyugalmas, amikor életével dicsőíti az Istent. Tehát derűs, napsugaras életet kívánok mindenkinek, ami már látszik, az a belső igazság, amelyet az ember megtapasztalhat. És a mai beszélgetésünknek pedig azt a címet adtuk, hogy tettel és ne szóval szeressünk. Erről szól ugyanis Ferenc pápa üzenete a szegények első világnapjára. A tavalyi Irgalmasság Szent Évének a vége fele közeledve hirdette meg Ferenc pápa ezt a világnapot, amelyet idén november 19-én rendeznek majd meg, vagy tartanak majd évközi 33. vasárnapon. Miért fontos ez a világnap, vagy különleges, hogy Ferenc pápa egy szegények világnapját hirdette meg? Azért szerintem itt hétről hétre, ahogy látjuk a tanítását, azért erősen illeszkedik a tanításaihoz ez a világnap. Valóban, tehát ugye sokféle világnap van, mondhatjuk, na, hogy most akkor még egyel több lett, viszont ezek mindig felhívják az emberek figyelmét egy problémára, akár a gazdaság, környezetvédelem és a szegénység bizony egy olyan jelenlévő probléma, amelyről soha nem szabad megfeledkeznünk, és hát erre szolgál ez a világnap, hogy figyelemfelkeltés. Igen, János apostol első leveléből vették az idézetet: gyermekeim, ne szeressünk szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Szerintem ezt is vigyük magunkkal jövő hétre, bizonyára még sokat fogunk beszélgetni erről az üzenetről. Judit, mivel folytatódik majd az audiencia után a délelőtt? Számomra igen érdekes kérdésről fogunk beszélgetni szakértő vendégekkel. Mostanában Ferenc pápa sokszor szólt, utalt, üzent a kínai katolikusoknak, a Kínában élő keresztényeknek. Erről a témáról fogunk beszélgetni szakértő vendégeinkkel az audiencia után.